Szikrázó napsütésben került sor a sokadik dunaparti veterán motoros bőrzére, melyet augusztus 29-én rendezett a helyi veterános egyesület a szokásos felhozatallal. Étel, ital, motorok és fura algatészek a ponyvákon, ezzel csábították ezúttal is a helyi közönséget. Ismét egy remek bőrzés napra ébredtünk itt az Elcsi Dunaparton, és érkeznek az emberek, de úgy látom, hogy javarészt idegenből. Pont erről beszélgettünk itt az előbb az emberekkel, hogy végül is nagyon jó is, most már elég jó bejáratot, most már tényleg azért a 15. Minden jó, idő jó, ember jó, árus annyi, mint a tenger. És végül is, akik jönnek vásárolni, annak a 80%-a idegen. A környező falukból, ők tudják, a helyiek itt meg nem. Nem tudom, hogy most ez az érdektelenség a faluba, vagy a passzivitás, nem tudom, hogy lehetne fölrázni ezt a közösséget, hogy egy kicsit jobban mozduljunk. Azért ez nem egy kicsi község. Tehát azért városok vagyunk, és azért laknak, mit tudom én, 8000 ember. Nem igaz, hogy nincsen benne 200 vagy 300 érdeklődő, akit valamilyen szinten ez érdekel. Hát úgy néz ki, hogy ezt a kérdést nem igen tudjuk megfejteni, ezt már a múltkor is pedzegettük. Pedig megvan a technika, megvan a hirdetés, szerintem a reklámban nincsen semmi baj, illetve azért tényleg nagyon sok, egyre több árus érkezik. Igen, szeretik az árusok, ami gyönyörű szép hely a Dunaparton, lehet reklámozni, gyönyörű szép, itt mennek a hajó, minden árus kín van a Dunaparton, szép az idő, minden hely annyi, amennyit csak akarunk, tehát hogyha kétszerennyien, 20-10-szerennyien vagyunk és elférnénk, nagyon örülünk, és ráadásul nagyon jó sikerült is, tehát nagyon jó a keletje itt mindennek, itt a kis halaknak is, a lángosunknak is, a motorok is jönnek, mennek, az idegenek is jönnek, mennek. Hála jó Istennek, úgy néz ki, hogy azért kezd ez a kép szépen beszokódna lenni és összeállni. Most is egy szép panória hangot hallok, akár hogy leállítottam. No, azért lenne egy kérésem, mert ér minket olyan kritika, hogy mindig a rendezvényen foglalkozunk. Arra kérnének, hogy gyorsan egy kiválasztott motort egy picit mutassunk be. A szakmai részét egy picit próbáljuk erősíteni ennek a dolognak. Melyik lenne az? Attól függ, hogy mi erre gondoltok. Tehát most a magyarra, a csapatunk általában magyarokat gyűjt, tehát, de mondjuk mindenféle van, ami közel és távol megtalál. De nekem teljesen mindegy. Én egy magyarra voksolnék. Én egy Csepel, akár egy Csepelre is. Na, akkor pördüljünk oda hozzá. No hát akkor itt állunk a kiválasztott motor előtt, mit érdemes erről tudni? Hát ez egy 1953-as Csepel, az az érdekessége, hogy ez a váltókorban van, tehát 53-ban volt, amikor a lemezvillásból először csináltak egy ilyen kis teleszkópos, bakteleszkópos megoldást, ami már abból az időben nagyon-nagyon modern motornak számított, mert ugye nem egy bicikli hátsó rész volt, hogy üldögeltünk a biciklinyergen, hanem volt egy kis rugózás is ott hátul, meg elő is, amivel ugye azért kényelmesebben lehetett motorozni. Nagyon kényelmes, nagyon elnyűhetetlen, az első háromsebességes blokkváltóval, tehát ez volt az, amikor abban az időben ezek voltak, azt mondták, hogy na a modern motorok, tehát az 53-as években, ebből fejlődtek aztán később ki ugye a D-csepelek, amiben nem sok változás volt, csak egy kicsit spécibb lett a motor, egy kicsit jobb lett a felfúrás, egy kicsit jobban kiporírozták, egy kicsit több csicsamicsát rakták rá, és akkor végül is ezt fejlesztették át Danóviába, és akkor a Danóviával végül is aztán ki is futott ez a garnitúra, csináltak belőle több tízezer darabot. Egyébként teljesen magyar fejlesztés? Ez teljesen magyar fejlesztés. Biztos, hogy van benne egy kis DKV az alapokból, meg ezek egymástól abban az időben azért technológiát lestek el. Tehát az, hogy most ez az első teleszkópot hogy oldjuk meg, vannak hasonlóságok. Még a szovjet testvéreinkkel is voltak ilyen hasonlóságaink, mert a K55-ös, amit a DKV-tól nyújtak, azért elég modernul rányul a másikra. Tehát ahogy a Rigát lekoppintották a Komárról, ezek mindig így nem koppintották, hanem, hogy mondjam, csereber éltek technikát. Mennyire volt ez sikeres, vagy kiforrott példány? Nagyon sikeres volt. Ez egy nagyon bevált, nagyon kiforrott példány volt. Aztán modernizálták a Danóviával, ami nekem speciál már alakra nem igazán tetszett. Tehát a klasszikus motorforma minden egyes elemét tartalmazza. Nagyon szép. Tehát ez egy igazi, klasszikus, cseptankos motorkerékpár. Tehát az igazi klasszik. Szerintem legalábbis. Olyan igazi motor-motor formájában nyilván, hogy sokan megállnak és nézegetik, mennyire ritka példány. Ez az 53-as típus, van belőle még azért elég sokakat belőle, meg igazság, hogy olyan nagyon sok különbség a többi csepelhez, a D-csepelekhez képest nincsenek ilyen rendkívül nagy kirívó, nagy csodák benne, tehát valamilyen szinte hasonlít a formára, és a Danóvi az, aminek már formája se ilyen. Akad még belőle, olyan nagyon sok már azért is, tehát aki az én koromban van, az már a fiatalkor azért ilyenkor följön meg, egy kicsit úgy megdobogtatja a szívét, mert hát a faternak is volt egy ilyen, meg én ebből estem el először, tehát ez az a korszak. Vettem valamikor 10 évvel ezelőtt Elcsibe egy ilyen tünde típusú motorkerékpárt, őrült keveset csináltak be, aztán összesen 2700 darabot csináltak összesen, és ebből van nekem egy példány, és most kész lett. Tehát most teljesen kész, full, egyben van eredeti festés, színezés, minden, ami csak nagykönyvben meg van írva, az sokan megnézik, mert az már kuriózum, mert abból tényleg nagyon-nagyon kevés van.
No és akkor közkívánatra itt vagyunk a tünde előtt. Hát kívülről egy nagyon dekoratív teremtés. Igen, ez egy csodálatosan szép motornak indult, amúgy szépnek szép is tévedés, ne esik, mire végre jártunk mindennek, addigra elég szépre sikerült, ezt valamikor így adták ki. Ez igazán a magyar fejlesztés nem igazán a csúcspontja, tehát valamilyen szinten nem sikerült. Ha a Vespát akartuk valamilyen szinten leutánozni, legyen egy kényelmes, kétszemélyes motorunk, amivel ugye lehet azért tiszta ruhába is motorozni, meg ne legyen ott koszos, igazán nem sikerült. Tehát már hogy a menetteljesítmények nem stimmelnek. A menetteljesítmények se, meg az üzembiztonság. Tehát egy teljesen magyar fejlesztésű váltót kapott, egy kettévágott Pannonia motor, Pannonia gyújtással. Igazán minden olyan nagyon kis merev lett rajta, igazán minden olyan kis bizonytalan lett rajta. A magyarán is tömören nem várt be igazán a konstrukció, ebből összesen 2400 darabot csináltak, aztán le is állt a gyártása, mert érdektelenségbe fulladt. Valószínű, hogy azért, mert nem nagyon vitték, akinek volt, az mondta, hogy na jó, ebből elég. Viszont ez az első olyan motorunk, amit mi, tehát a magyarok megcsináltak léghűtésre, tehát ennek egy turbó hűtése volt, és az fújta le a levegőt, hogy ne süljön meg a motorja. Nem jött össze. Meg hát azért a javára írhatjuk, hogy bátran hozzá mertek nyúlni a színekhez. Azt gondolom, hogy ezt a kombinációt mostanában nem igen alkalmazzák. Igen, ezt már ilyen esztétikus, tehát pont az volt a lényeg, hogy egy esztétikus, szép motor, tehát egy ilyen családias szép motort akartak csinálni, amivel úgy meg lehet jelenni, ami úgy küllemre elvileg én szerintem sikerült is, mert nagyon dizájnos, tehát nagyon szép kis díszítések vannak benne, alumínium csikozások, tehát krómozott, tehát nagyon jó néz ki, mint maga a motor, én szerintem nagyon szép, magyar motorba a legszebbek közé tartozik. Tehát ami nekem még a másik gyenge pontom a Panni, az ennek a kis testvére, a kis 50 köpcent, és azért az valamivel jobban bevált, egy picikevel lett jobb, de az is ugyanez a kis burkolt és ilyen kis színes és ilyen, olyan kis egyszemélyes, de az már, hogy igazán, tehát ilyen motorformás szép. No de hölgyekből már ennyit, Panni majd legközelebb érkezik hozzá. Pannik a legközelebb jönnek, amúgy most van az is kettő restaurálás alatt, abból egy kicsit több volt, azok igazán női motorok, akkor így, hogy a nők legyenek az elsőségben, az már igazán női.